Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 13-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre megadja a választ ez a felső kártya. Itt látjuk az egész világot, mi történik most mindenütt. Én úgy gondolom, hogy az ő gondolatait és terveit befolyásolja ez a koronavírus, ami az egész világot jelen pillanatban foglalkoztat. Engem is, mert bizonyára tudjátok, hogy mi Mallorca szigetén élünk, és most nem tudunk utazni, mert nincsenek járatok. Én februárban voltam Magyarországon a férjemmel, és mi vettünk ott egy házat, és nem tudunk hazamenni. És ez a téma bennünket is foglalkoztat, mert nem tudjuk, hogy mikor tudunk hazamenni. És azt sem tudjuk, hogy mennyi ideig maradhatunk Magyarországon. Mi úgy terveztük, hogy egy ideig itt maradunk Mallorcán, pár hónapig Magyarországon, de hogy alakulnak az események, elképzelhető, hogy mi véglegesen Magyarországra költözünk. Tehát ezek a terveink, neki is hasonló tervei vannak, mi történik az egész világban. Ez a kártya mutathat utazást, külföldi kapcsolatokat is. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt utazásról van szó, vagy szeretné a kezébe venni a dolgokat, hogy minden előre haladjon. Neki vannak tervei, mert ez a kép mutatja azt is, amit ő tervez, és azt el szeretné érni egy éven belül, mert ez a kártya az időt is mutatja egy évet. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba, ezt mutatja ez a királynő. A királynő a föld eleme felett, a föld eleme mutatja a reális dolgokat, azon kívül, mint ahogy ez az arany érem az értékekre utal, nem csak a vagyoni értékekre, hanem arra is, hogy ti és ez a kapcsolat neki nagyon értékes. A napi kártyát a kutya mutatja, jelenthet barátságokat és utazást, baráti kapcsolatokat külföldről, vagy egy látogatást, és ez egy baráti kapcsolat. A kutya jelent hűséget is. Persze jelenthet kutyát is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy egy jóslást rendeljetek nálam e-mailen keresztül, a díjam 3500 forint. Kaptok egy videót név nélkül. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!